Gerjenen volt az ország szeme hétvégén, hiszen hazánk minden szegletéből érkeztek a rockzene és a motorkerékpárok kedvelői. Ez megint egy nagyon húzós jó fesztivál, úgyhogy egy picit megfordulhatok. Ott éppen látunk egy pakolást, 20 éves a Road, itt lesz a szülinapja Gerjenben. 19 zenekar fordul meg 3 nap alatt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen csütörtökünk még például nem volt, mint tegnap, hogy ennyi ember itt van. Úgyhogy én fantasztikusan boldog vagyok. Van, aki 3 napra jön, van, aki 2-re, van, aki 1-re, de lejön csütörtökön, szombaton. Ez mindig csak vasárnap derül ki, hogy hányan. Általában azért 3-4 ezer ember közt szokott itt megfordulni a 3 napban. Nekem nagyon sokan elmesélik, szeretnek idejönni. Valahogy úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy ilyen idézőjeles családot, ahol jó lenni, és szinte mindenki ismer már mindenkit. Tehát, ha jönné most velem egy kört, és megnézzét, hogy hányszor állítanak meg, csak azért, hogy megveregessék a vállam, hogy tök jó, hogy itt vagyunk, és tök jó, hogy csináljátok, ez a legnagyobb boldogság. Szerintem valami ilyet éreznek, hogy egy olyan egységet, egy olyan közösséget, amiből mai napban már szerintem kevés van. Ha majd körbenéztek, megjelentek a fiatalok, és nagyon jó látni. 10-20 évesek, mert ugye mi már ősrockerek, már azt mondom, hogy 52 évesek, persze, hogy ebbe szoktunk bele, mert mindig is jártunk. Ezért is próbáltuk úgy csinálni most a fesztivál műsort is, hogy picit nyissunk arra, hogy tényleg kimozdítani otthonról, a gép elő, a szobából. Jöjjön le! Gyönyörű a hely, élő zene van, jobbnál jobb zenekarok. És érezze át azt, ami itt van. És ez a legjobb visszajelzés, amikor látom, hogy évről évre visszatérnek és jönnek újra. És hozza a gyerekét is. És az előbb a Cryfree adott egy bemutatót a Deep Purple munkásságából. Nem biztos, hogy az a fiatal srác rákeres, vagy fiatal lány rákeres a YouTube-on, hogy ki volt az a Deep Purple, meg mi az a furcsa zongora, meg miért döntögeti a bácsi. És így tök jó, hogy ezt meg itt megkapják, élménybe. És igazából tényleg ez a kulcs szó, az élmény. Amit elviszel, és az nem 2 napra szól, hanem jövő ilyenkorig. Legalábbis én nagyon remélem. 120. motoros találkozóm ez. Gyakorlatilag 48 éve motorozok, sikeresen. Nagyon szeretek találkozókra járni, mert sok ismerőssel, új emberekkel meg lehet ismerködni szép hazai tájakon. A zenekarnak is nem véletlenül ez a neve, hiszen a zenekarunk a fesztiválból nőtte ki magát, és hogy hát teljesen amatőr zenekar vagyunk, vagyis hát voltunk valamikor, amikor elkezdtük. Azóta már több tagcserénk is volt, és most éppen úgy állunk fel, hogy a fiatalok, akikkel már így körbevettük magunkat, Mezőcsi Laci főszervezővel, ugye ő a bosunk. Hát róluk már elmondhatjuk a fiatalokról, hogy mindegy képzett zenész, egy kicsit könnyebb helyzetben is vagyunk. A repertoárunkat így kibővítve, most már úgy érzem, hogy teljesen elnyertük a közösség tetszését, és hát nekünk minden évben ez a fő attrakció, hogy itt fellépünk, és az idén is sikerült megtöltenünk a sátrat, úgyhogy nagyon örültünk neki. A Szent Péter szigetek már, be van fizetve, úgy jönnek, Magyarországon is a legjobb szolgáltatást nyújtja. Mert ez a fesztivál, ez a legkirály fesztivál. Ha kell, hogyha még jövő héten is tart a fesztivál, ha bár kétlem, akkor egész héten itt leszek, de valószínűleg holnap reggel megyek haza. Ott az előbb a srácokkal zenéltünk egyet, és tök jó barátság kialakult szerintem. Mezősi László rengeteg koncerten járt. Ekkor kezdte megálmodni a gerjeni Duna Rock motoros találkozót. Szeretjük a rock zenét, szeretjük a fesztiválokat, és 2007-ben fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy csináljunk egyet Gerjenben, és megtaláltuk ezt a helyszínt, egy 4 hektáros kiszáradt tómeder lényegében. Mikor még kisebb voltam, 5 éves lát, nem tudtam, mi a szoknyákat, mi az, ami áll.
igazából ez a területen egy jó kis sátorozási pontok vannak, kialakított ligetes erdő van, ahol a sátrakat fel lehet verni. Igazából tulajdonképpen ezt győző barátom találta ki, hogy magát a helyszínt találta meg, és mikor lejöttünk, akkor le is döntöttük abban a pillanatban, hogy itt meg lesz a rendezvény tartva. A helyszínnek a színpad kialakítását, a sörsátor, mindent egybevéve úgy próbáltuk összerakni, hogy egy ilyen családias légkört tudjunk teremteni, ami úgy néz ki, sikerült is. Bízunk abban, hogy a jövő évben is ugyanígy meg tudjuk tartani a rendezvényünket, illetve hosszú távra gondolkodunk. A területet hírek vannak arról, hogy a területet eladják, nem tudunk itt tovább működni, megnyugtatott mindenkit, jó pár évünk van még ezen a helyszínen, és remélem, hogy ez így is marad. Úgyhogy tervezzük jövőre is a rendezvény megtartását, megint csak színesíteni akarunk egy a programok között egy jó előadás, egy jó zene megdobogtatja az ember szívét, látjuk. Volt itt romantikus lánykérés színpadon, azóta házasságot kötöttek, barátságok kötöttek itt, és nagyon fontos az, hogy a gyerekek, akik felnőttek, illetve ilyen piciként még csak itt a nyuszi motort tolták, vagy robogóztak vele, azok most már saját maguk jönnek le, és nem hagyták el a rendezvényt, sőt, ami jó benne, hogy ugyanúgy részt vesznek a munkálatokban, jönnek segíteni, kérdezik, hogy miben tudnak, vagy hogy tudják részt venni. És utolsó sorban azt is el szeretném mondani, hogy a Dunarok Akusztik zenekar is innen született, nem véletlen az a neve, hogy Dunarok Akusztik, amiben én is játszom, és tegnap egy óriási koncertet tudtunk adni. Mondjuk hazai pálya előnye az mindig itt van, de örülök annak, hogy ez így alakul, és igazából ezek az emberek, akik ide jönnek, tényleg rengeteg barátságot kötnek, és tudnak miről beszélgetni, meg egymás motorjait megnézik. Egy ilyen rendezvénynek a megtartása óriási munka. Rengeteg támogatás, rengeteg erő kell hozzá, és itt meg is köszönöm azoknak, akik támogatnak minket, akik dolgoznak, mind fizikálisan, mind erkölcsileg, bármilyen támogatást belevéve. És én úgy gondolom, hogy ennek van jövője, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy nem kimondottan a tévé előtt kell csak ülni, és nem ott hallgatni zenét, nem rádióban, nem a telefont kell forgatni a kézben, mert ha körülnézünk itt, hála Istennek, elég kevés embernek van a kezében úgy telefon, hogy lapozgatja. Én azt gondolom, hogy ez fontos dolog mindenkinek. Hajrá, gerjen! Hej, hej, hej!